Jágsó Lászlót hamarosan új szerepkörben ismerhetjük meg, ha minden összejön, hamarosan filmet rendez Fehér Tamás Büntetlenül című thrilleréből. Epizódszereplőnek a Való világ harmadik szériájának játékosait kérték fel, a pénzre és a hivatásos színészek névsorára azonban még várni kell. De bírnám, ha a Gálvölgyit instruálnád. Édes jó Isten! De figyelj, én azt olvastam, hogy neked tévérendezői diplomád. Igen. Lesz ilyen hír. Milyen? Hon? A milyen? Hon? Beobetted? De olyan, van de olyan a... már, hogy moziba elmentél, és hogy láttál olyan filmet? Nem, de ezt majd megnézek egy... Nem. Dehogy nem, nézd a lepedő. Meg. Van neki otthon az a lepedő. Van csak úgy az ágyon. De hát, hogy... nem tudom, fölfigyeltetek a film címére, azt, hogy büntetlenül. Ezek szerint a nézőknek meg lesz a büntetés. Nem róluk szól. De Laci, de mi az, hogy a harmadik széria, első széria nem vállaltam már, vagy hogy majkájukat nem kaptad? Nem, én okay. Már az egyik ilyen internetes újságnak mondtam is, és olyan boldogan idéztek, azt mondtam, hogy ugye elboklásznak majd a háttérben. Nem, nem lehet ilyen sztárok. Hivatásos. De kik lesznek az előtérben életben? Mégiscsak ki? Most itt vagyunk mi hárman. Na, csak kérdezem, jó. Nem akarunk provokálni. Szóval, ki lesz az előtérben? Miért jönnétek? Nem, csak nem. Van dohány a filmben? Nincs. Hogy értem, hogy a pénz még nincs meg életem. Nem. Ez pénz. Cifi lesz. Mi? Hogy? Ez cifi lesz, nincs hozzá pénz. Hát egyelőre. De lehet, hogy nem is lesz. Most azért nem kell az én fejemet rögtön szétverni. De mi a hírben? Kivel teszed színem? Hát még egybe van. Nagyon szorítunk neked, Laci. Köszönöm. És mi így ott hatalat leszünk. Ne, jövőnek. Tényleg komolyan. Én hozok azt... még egy embert. Azt hallottam, olvastam egy plegykalapban, egy amerikai plegykalapban, hogy a Coppola meg a Spielberg nagyon tervezik, hogy abba hagyják. Mondták, hogy ja, most beindul a Jágsó nekünk végül. Bizony, bizony, és ez így is lesz. Viszonylag olcsón megúsztam. De miért csinálhatna, Laci, egy jó film? Miért csinálhatna? Persze, nem hogy csinálhatna, és egy ilyen tudományos fantasztikus úgy megcsinálod, nem is kell hozzá színész. Magad be a zombinak, kész. De thriller. Hát szívszélüdést fogunk kapni. Homokiák. És ez humoros lesz, vagy? Nem lesz humoros. Ez egy thriller? Ez egy ijeszgetős film lesz. Hát ez az, mondom, hogy szívszélüdést fogunk kapni. Thriller. Nem... Igen. Mert ki van benne, gyilkosság? Van. Tényleg? Meg halál, meg vér, meg minden, meg ilyesmi. Új, te izgi-bizgi. Pandora, Tommy Boy, ezek? Mi? Te mondtad! De nekem csak az a kis anekdota jutott eszembe, valaki megy a sorozás és kérdezik, hogy mi akar lenni, azt mondja, a partizán. Te csak háborúban van, mi azt mondja, én tudok válni. Tehát, de nem csak azért meséltem el, hogy elképzelhet, hogy van olyan befektető, aki a pénzét arra szánja, hogy te most esetleg tudsz filmet csinálni. Tehát, hogy... Igen, papírja hát, van most, róla. Hogy már úgy megpukkadjak itt, hogy szóval az ember általában elkezd valamit, és akkor először még a Szegeden a Városi Televízióban dolgoztam, és ott volt egy bazinai... Miért jöttél el? Ugye? És ott volt egy Volga kombi, és azokat a technikusok vezethették, én technikus voltam ott. És nekem kis polszkin volt, és mindig kérdezték, vezetted? Már mondtam, hát még nem, akkor ne vezess. És megpusztultam azért, hogy vezet. Egyszer azt mondtam, jó, akkor már vezettem. És onnan kezdve vezethettem, és nem is lett belőle baj. Poén nincs a végén, csak ezt is valahogy el kéne kezdeni. Jó, rendben van, színem. Ebben neked teljes mértékig igazad van. De miért írnak előre egy cikket? Azt én nem tudom. Hát arról nem érteltem. Jól gondolkodik, mert például itt van a Tommy Boy. Az igazi hős. Igazi hős. A kor hőse. Hát ne hülyéskedj, hát levette a zöld kendőt magára. Miért? Anélkül, hogy kellett volna, hogy ő is a kiszavazásban benne, levette a zöld kendőt. De miért jár, miért jár egy férfi kendőbe? Ha te ennyire nem vagy rajta a dolgok ütőerén, akkor nem tudom. Levette a Tommy Boy a zöld kendőt? Igen! De miért vette le? Mert rákötötték, gondolom. A zöld kendő mentességet ad. Ez ugyanaz, mint az. És neki nem... Micsodát? Akkor mi a zöld? Két kendő? A zöldön át lehet. Mi a kék kendőt vette le. Hát te mindjárt már. Te se tudtad ezt az egészet. Nem tudta, ő a gesztust látta. Tommy Boy a kor hőse. Aki lemeri venni a kék kendőt, az előtt ott már nincs lehetetlen. Hát gyerekek, adjatok már egy kurva kék kendőt, bármit.
ki a problémát. De lehet, hogy a játszó egy kínű erről szól, ott fogjuk megtudni, hogy zöld vagy kék kendőt vettek le. Tommy ez Boy. Olyan, mint a Sissi? Ez a Tommy Boy? Tommy Boy? A Bruce Willis elbújhat mögötte. De ott lakunk, el is bújt. A Bruce Willis levette valaha kék kendőt? Az a haját vette azt le. Nem mert. Na jó. Meg fogom nézni ezt a Tommy Boy? Tommy Boy! Na nézzünk valami másik. A Tommy Boy belehelte a kamerát. Az nem viccel. Az nem viccel. Az nem viccel. Levette a kendőt, hogy letörüljön. Az belehelte a kamerát. Én nem tudom, egy bunkó vagyok, én az Okinán megálltam. Azóta is hallottam embert még úgy böfögni, és azzal így gyakorlatilag... Akkor te nem hallottad a szekált. Azt már nem hallottam. Szintén pedig az nem volt. Csak büfögött. Az, amit akarsz, minden. Minden hangszere játszott? Európa előtt volt. Nem volt olyan nyílás rajta, ami nem tudott volna hangot adni. Ez még a régi Balkánon volt. Kire fogadnátok, ha egy szumóba az Oki meg a Szegál egymással szemben megpróbálna a másikat eltávolítani? Én arra fogadnék, hogy nem nézném meg. Nem értetted meg, amelyen gondolt. De. Hogy egymást eltávolítani, hogy kire fogadnék? Én nem ismerem ezt a segált, ezt nem tudom. Nem, segálnak, engem csúfolnak mondjuk, de...